Már a térköveket helyezik el a munkások az Egressy Béni úton az unikornisos körforgalomtól egészen a gyalogátkelő helyig. Az elmúlt két évben az önkormányzat több mint 147 millió forintot fordított járda építésére és felújítására. Az Egressy úton folyamatban lévő beruházás is önkormányzati forrásból valósul meg azért, hogy megkönnyítsék a lakosok mindennapjait. Az október megtartott helyhatósági választások után is zajlanak továbbra is a munkálatok. Ez a járdaszakasz már megnehezítette rajta közlekedőknek a biztonságos közlekedését. Az esztétikai szempontból is most már a négy sávos útnak mindkét oldala hasonló járdaszakaszok építésre kerülni. Nekünk az a célunk, hogy a város lakóknak és a városnak mindig mindenben jobb legyen. Lövei Zoltán elárulta, hogy a jövőben is várhatóak majd fejlesztések, hiszen nem egy járdaszakasz van még, ahol a burkolat minősége kifogásolni valót hagy maga után, illetve újabb parkoló kialakítása is terben van a körzetben. Az új járdaszakasz legkésőbb december közepére készül majd el.